Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Görög Ibolya. Mondhatnám, hogy mi mindenhez ért, de nem szeretném, hisz már maga a neve, nomen est omen, már mindenkibe megindul egy gondolkodás, amikor csak a nevét hallja. Kezi Csokrom, szép jó reggelt kívánok. Kívánok! Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Mit csinált a pandémia idején? Hát a járvány idején? Nyugdíjas voltam, röviden, ugyanis rengeteg előadásom lett volna tavasszal, és hát persze mindet lemondták. Úgyhogy ott álltam, hogy nincs előadás, és hiába, hogy már eddig is nyugdíjas voltam, mindig dolgoztam. És most úgy hirtelen rám szakadt, de azért mindig délig, mindig történt valami. Ugye e-mailek, jönnek kérdések, levelek, interjúk, tanácskérés, hát azért eltelt a napom. De már eléggé unom, szóval most már hogy mennék, már hajt a vérem, hogy már mennék. 20-a után már megint lesznek előadásaim. Én nem vagyok egy intimpista, de engem nagyon érdekelne, és ahogyha megengedi, hogy intimeskedjünk egy kicsit, akkor talán a nézőink is tanulnak ebből, illetve példát vesznek. Hogy kezdődik egy reggele? Ki kell az ágyból, és egész nap, hogyha nyugdíjast játszik, akkor otthon van a pizsamában, ja. És tengleng. Egy, nincs pizsamám. A másik pedig, hogy én nagyon korán ébredek, én az a pacsirta típus vagyok, van, aki reggel friss, van, aki este friss, van, aki meg egy soha. Hát én reggel kikelek az ágyból, és akkor lemegyek egy-egy gyalogolok. Nem olyan hosszú, ne gondoljon valami komoly sportra, egy olyan 20 percet, fél órát ott a kis házak között ott elmélázok, madárcsicser, friss levegő, minden. Aztán lemegyek zsemlér, utána reggelizem, de bocsánat, mikor hazaértem a gyaloglásból, akkor a zuhanyozás, rendbe hozom magam és fölöltözök. Tehát ha nem is, hát nyilván nem így blézerbe otthon, de azért egy pamutnadrág, egy póló, tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy csak úgy legyek kócosan egész nap. Van, aki még fogad sem mosott, tehát ettől rosszul vagyok, tehát ugyanúgy neki kell indulni a napnak. És akkor délelőtt mondom ezek a hol a számítógép, Facebookon ugye a családomat, hogy kicsit van egy ilyen 200-300 fős családom, azokat kicsit abajgatom, vagy írogatok, elég sok írnivalom is volna, meg hát van is, és akkor délben ebéd, utána kis alvás, és aztán nyugdíjas vagyok. Akkor beülök tévézni, kötögetek, mondtam már magának, hogy imádok kötni, csak nem tudok, ilyen függőleges állat, azt tudok. És akkor úgy el vagyok, tévézgetek, persze azért sok telefonom van, és akkor olyan este a hírműsorok, és amíg a híradók mennek, addig tekerem a szobabiciklimet, hogy amikor ideges vagyok, akkor gyorsabban tekerjem. Tehát ne káromkodjak, hanem gyorsabban tekerjem. És olyan 9 óra, fél 10 felé olvasás után aztán már nem véletlenül tettem fel ezeket a kérdéseket, ha bár ugye a válaszra is kíváncsi voltam. Mit ajánl ön azoknak az ügyvédeknek, adminisztrátoroknak, meg mindenféle magyar embernek, aki otthonról dolgozik napjainkban? Én volt pár ember, aki azt hiszi, hogy én egy kócs vagyok, de nem vagyok kócs, és azt mondtam, hogy először is tessék fölkelni. Hát megfürödni, persze. Átöltözni, hogy ne érjen meglepetés, hogyha bejelentkezik valaki a főnöke mondjuk az interneten keresztül, és lássa azt, hogy nem pizsibe van. Hát az már a második lépés, de az első, hogyha nem látja senki, akkor is neki kell kezdenem a napnak megfürödni, fölöltözni, reggelizni és leülni dolgozni, mert ha az ember kócosan, ápolatlanul egy pizsamába ül le dolgozni a home office-ba, mellé üti a betűt, nem érdekes, majd holnap átírom. Tehát az egész hozzáállása úgy föllazul és olyan felületes lesz, hogy fölösleges. Tehát hozzá kell állni, ugyanúgy hozzá kell öltözni, nem úgy, mintha munkahelyben menne, de rendesen úgy, nézzen úgy, kihúzza ki a dereket. Tehát és lehet, dolgozzon. Papucs nem kell tűzsarkú. Pontosan. Cipő. És még egy másik, hogyha csak telefonon beszélget, mondjuk főnökével, ügyfelével, bármivel, soha nem szabad így forogni a széken. Az ember így elkezd forogni a széken, akkor a akkor duma van, akkor a barát. Tehát mihelyt a szék megindul alatta, én már telefonban is hallom, hogy kácsong a széken. Tehát ugyanúgy fegyelmezetten kell hozzáállni. Hát a képi, tehát videó kapcsolatnál viszont borzasztóan fontos dolog a látvány. Hiszen bárki bármit mond nekem, ez intelligenciától független, az ember először lát. Az információnak több, mint a fele az, amit látok. És ha én otthonról dolgozom, akkor nekem dolgozni kell. Akkor a gyerek ne szaladgáljon át ott előttem, hogy jaj, de kis ide, hány éves, jó, miről beszéltünk? Tehát ez egy munkastátusz, tehát már háttérben ne a mosatlanok látszódjanak a konyhába, hanem valami
valami olyan, vagy egy könyvespolc, vagy egy író, szóval valami olyasmi látszon a háttérbe. Ha meg valakinek nincs ilyen háttere, én most jöttem rá, hogy a Skype-on be lehet állítani egy olyan gombot, hogy háttér. Így és van. Egy olyan képet tesz maga mögé, mondjuk például a termékforgalmazó, akkor annak a terméknek a reklámját kirakhatja maga mögé. Tehát a vizuális információt igenis össze kell szedni. Nem lehet odaállni, például én már smink nélkül oda nem állok egy interjúra sem, még Skype-on sem, mert igenis leveszik az információt, hogy ki az, aki ott beszél. Hogy van a könyvírással? Hát én a summa-summarummal én befejeztem, azért volt az a címe egyébként, de most, hogy ugye nagyon ráértem, és hogy nem szeretek semmit csinálni, nem is tudok semmit csinálni, tehát az unatkozom, az nálam olyan nincsen, és mit csinálják, és az a nyilvánosság kelepcéi valaki egyszer szóba hozta a Facebookon, és rájöttem, hogy ez a könyv ez nagyon nem megy. Ebből talán, hogyha két nyomat el kell, sokat mondok, ez valahogy úgy nem veszik, mert hogy olyan rétegnek szól, akik nem kíváncsik rá. És gondoltam, hogy lesznek ők majd lennek, kíváncsiak, de akkor már később üzletemberek egyre többen azért vezető pozícióba kerülnek, tehát ne csak a politikusokról beszéljünk. És mondom, ezt át kéne dolgozni, hát ha kelendőben, és elővettem, hogy átdolgozzam, és ezt több mint 10 éve írtam, és azóta rengeteg minden változott. És hát most már majd, hogy nem újraírom az egészet. Tehát nyilván maradnak benne a régiekből, de nagyon sok plusz információk lesz, például egy külön fejezet az online protokollról. Hát annál is inkább, mert amikor majd vége lesz ennek a járványnak teljesen, nagyon sok iroda döntött úgy, hogy továbbra is otthon hagyja az embereket. Meg a másik, hogy nagyon sokan döntöttek úgy, hogy sokkal jobb így konferenciát szervezni. Sokkal olcsóbban megúszszák, mert ugye ha valaki rákapcsolódik a nem tudom mire, nem értek hozzá, azért már neki fizetnie kell. Tehát a bevétele lesz, termet nem kell bérelni, pikpak, kezés megvan. Na most, aki ilyen konferenciát szervez, annak egy nagyon fontos tanácsom volna, hogy ugye az előadó a kis kockákban látja az embereket, vagy nem látja, ugye ez kétesélyes, de az előadónak nem szabad látnia a bejövő, a cseten bejövő plusz kérdéseket. Mert hogyha akkor nézem, oda, beszélek, mi van? Tehát az egész előadásra szétesik. Legyen egy külön munkatárs. Lefagy az agya. Hát le, mert vizuális információ. Tehát legyen egy külön munkatárs, aki gyűjti ezeket a kérdéseket, és legfeljebb odaadja külön vagy elküldi neki SMS-be, vagy egy papíron, odaadja neki külön a kérdéseket. Értem, tehát lesz mit az átdolgozott kiadásba beírni. Mikor kerül a kézirat a nyomdába? Még nem tudom, még a kiadó sem tudja, hogy ezt elkezdtem átírni, ugyanis ahogy az ember öregszik, az a belső önkontroll egyre erősödik. És én ott tartok, hogy amikor majd tényleg átírtam, akkor előveszem, hogy ezt tényleg érdemes-e újra kiadni. Tehát ezt én még nem döntöttem el. Nekem van egy ilyen erős belső mércém, ez a, hogy ez biztos, önkontroll. Hogy jó. Igen, hogy biztos jó lesz. Szóval bizonytalanban nem akarok. Gondolkodott-e már az online kiadásról? Nem. Én nem is adhatom ki, mert az a kiadónak hát a jogtulajdonosa, vagy hogy hívják ezt, tehát szerződésben vagyunk. Meg online ez valahol, talán ez is már az, hogy sok évet megértem, nem mondom, az öreg vagyok, de majdnem, nekem ez azért egy új dolog. Tehát én nem érzem a kapcsolatot, hiába ott van, meg látom én azt, hogy azért nem érzem, hogy az úgy ott lenne. De görög ibolyát napjainkban, már elnézést a kifejezésért, hogy használják, görög ibolyát ma már tankönyvnek használják az emberek, egy kézikönyvnek. Hát, és napjainkban a kézikönyveket már nincsenek jegyzetek, mint az én időmben voltak, hogy kinyomtatva, hanem minden online megy, az ember fölkészül a vizsgára, beüti a térte. A Jogtudományi Egyetemen már a jegyzetek csak online vannak. Úgy tudom, hogy az Atinaum kiadó a Protokoll az életem című könyvemet már e-könyvben már forgalmazza, lehet, hogy másikat is, de az biztos, hogy megvan e-könyvben a Protokoll az életem. Egyébként meg amiatt, amit én mindig mindenkinek felajánlok, hogyha valakinek tényleg gyorsan egy kérdése van, hogy megoldja, akkor írjon nekem egy e-mailt, és én a Máriánkuson azonnal szoktam válaszolni, és akkor ingyen megvan neki a válasz. Engedje meg, hogy tovább menjünk, mert már csak 6 perc és 44 percünk van hátra. 40 fok meleg van, és a lányok, asszonyok gyönyörűek, de amikor a 40 fokos melegbe kiszállnak az autóból, és így patakokba kezd a sminkük ráfolyni a blézerjükre, vagy bármiükre, akkor az nagyon kellemetlen. Erre szeretném a válaszát, és a másikat, ugye beszéltünk az önkontrollról. Férfiaknak is és nőknek is van önkontroll. Az előbb láttunk a képernyőn, hogy nagyon meleg volt és ingújba voltam, amit először és utoljára tettem meg, mert szerintem a nézőket nem kell, hogy érdekelje, hogy nekem melegem van.
De hát pocakos férfiak ilyen kibukkanó pocakkal, szépkorú hölgyek, amikor már ilyen kicsit aszalcilvának tűnnek a bájaik, azokat nem biztos, hogy ki kell tenni, vagy tévedek? Tudja, a jó ízlést, meg a jó érzéket azt nem nagyon lehet megtanítani. Lehet fölírni rá a figyelmet, ha valakinek van egy jó barátnő, de menjünk sorba. Ez a meleg van, és patakzik hollam a smink. Ilyen nagy melegben a nőknek bármennyire is kell valamennyi smink, azért sokat ne rakjon föl. Tehát, ahogy én mindig mondtam, hogy az alapozó, a krémpúder, ez egy Isten áldása, mert sok mindent elfőd, de 40 fokban már ezt nem ajánlom. De azért a szem körül egy kevéskét, azért azt meg lehet csinálni. Mert ugyanis az elkenődött sminknél nincs nevetségesebb, és a nevetségesség az van hitelesség alatt. Tehát ne sminkeljen, ha ilyen nagyon meleg van. A másik pedig, hogy ez technikailag, én ezt már rájöttem az életem, hogyha valaki izzad, nem szabad letörölni, mert akkor még jobban izzad. Tehát hagyni kell, hogy az elpárologjon, és olyan frizurát kell választani annak a nőnek, és olyan minimális minket, amit aminek ilyen veszélynek nincsen kitéve. Sokkal erősebb dolog az izzadság és a szag információ. A szag információ az elementáris. Tehát akármennyire is nem akarok nézni, szagolni, szagolom. Tehát erre kell legjobban vigyázni, hogy az izzadságnak a szaga ne éreződjön. Tehát ez borzasztó. Erre külön gyógyszerek is vannak, hogyha valaki ilyen típus. A férfiaknál, meg általában is a melegben is, én a férfiaknak mindig mondom, pláne, hogyha netántán pocakosodna, mert hát nem látunk olyat, aki pocakosodik, a póló, hát az a lehető legrosszabb, mert az ráfeszül a testére. Tehát egy pólóba még a sovány ember is kövér ember. Ráadásul az átizzad. Tehát az átizzad pólónál meg kevés rosszabb látvány van. Tehát mindenképpen inget javaslok. Ha meg valaki izzadós típus, akkor az ing alá hordjon egy a pamutrikót. Mert az felszívja a nedvességet, és visszahűti a bőrét. Nem úgy tanítottak, hogy nem is veszünk inget fönt pólón. Hát persze, hogy nem, mert az atlét az mondjuk ez kevésbé praktikus, de kis új rövidújút, mert az átnedvesedve hűti a bőrüket, és akkor az ing már nem fog átlátszani. És még egy, hogyha valaki pocakos, akkor ilyen nagy melegben nem bánom, ha nem gyűri be az ingét. De vagy begyűri, vagy nem. Tehát úgy, hogy hobogál, hull elől, hull hátul, az úgy nem jó. És még egy, hogyha mondjuk olyan helyre megy, tehát üzletember, és mégis pocakos, annak igenis be kell húzni az inget a nadrágjába, és ne engedje a nadrágot le a pocakja alá. Szóval az egyrészt nevetséges is, meg ugye budjanni fog a vége. Hozentrágel. Nem, hanem azt meg kell, föl kell igazítani, az úgy, ha nem is derékra egy ilyen nagyapásan föl, de valamennyire húzza föl. Na és mi van a nőkkel, akik elfelejtették, hogy elmúltak 80-ak? Hát sajnos ez... És nagyon mélyen kivágva, hónajba és mindenfelé. Hát sajnos ez megint olyan dolog, hogy tanácsom van, de hát bele kell nézni a tükörbe. Tehát az embernek legyen önkritikája. Tehát hogyha azt mondja, mert hogy a nagy darab, és fölvesz egy testhez állót, és akkor a Michelin baba ilyen budgyosba, hogy azt nézzen már meg magát. Hogyha valaki ilyen, mint én is, hogy ilyen hurkásodós típus vagyok, akkor a pólóra egy nagyon kis vékony topra ráveszek egy blézert vagy egy blúzt. Tehát ezt a nagyjából takarom. És hogy egy meleg van, meg szellős is van, de tudni kell, hogy ez a fölső kar, az első kilók odarakodnak le, pláne nőnél. És ez egy ilyen fölvágom, akkor az disznóvágásos lesz. Tehát a vállát legalább a vállát takarja be, és akkor már egy kicsit jobb látvány. A dekoltás meg, hát minden férfi, a női arc, egy férfi számára az valahol itt ér véget. Tehát kirakom az egész bögyömet, akkor a bögyömet fogja nézni. Tehát tudni, hogy mit viszek a vására. Nehéz ezt úgy tárgyalni, hogyha. Hát pontosan, mert attól neki nem lesz melege, hogyha zárt a pólót vesz föl. Tehát az nem melegít. Ő csak azt hiszi, hogy a pucérbőr az rossz, de a pucérbőr, meg munkahelyen azért szörnyű egy elől-hátul kivágott, mert egy pucér elől-hátul kivágottba hátradől, akkor a hátára ez a széknek ez a szöszei úgy ráragadnak, és az a szöszös izzadt hát, hát elég randa. Nem annyira kívánatos. Az előadásai újraindulnak augusztus végén. Hol fogunk látni és hallani önt? Hát Kapuvártól Nyíregyházáig, Pécs, Debrecen, Pesten is nagyon sok. A nyilvános előadásaim azok fönn vannak a honlapomon, de ezen kívül rengeteg céges előadásom is van. Tehát most tulajdonképpen egy héten minimum háromszor megyek. Nagyon kapos újabban a templomokba. A templomokba ugye azzal kezdi, hogy tiszteljük meg bármiféle hitnek is a templom, ahogy azért majdnem könyökigérő, tehát ott aztán ne pakoljunk ki, pontosan. Meg ne legyünk nagyon minibe, és a zsidóknál tegyünk föl egy kipát, vagy valamit tegyünk magunkra. Ez nem csak azért, mert hogy templomban járnak az emberek, vagy nem elnek, hanem turistaként is, ha bárhol is vannak. Az egyházi helyeket, tehát liturgikus helyeket meg kell tisztelnem azzal, hogy betartom a minimális szabályokat, akkor is, ha nem vagyok hívő.
Tehát, hogyha egy muzulmán templomba bemegy valaki, akkor vegye le a cipőjét. Ha bemegy egy zsinagógába, akkor a nők ugye takarják le a fejüket, már hogyha férnél vannak. Úgy tudom, hogy a lányoknak még nem kell. Lányoknak még nem, ezzel jelzik, hogy szabad. De az, hogy az ember egy normális, hogyha elmegy Magyarországon is nagyon sok ilyen gyönyörű, szép, megtekintendő egyházi hely van, a nőknek legyen a táskában egy kendő, mert a vállukat mindenképpen be kell takarni. Hát elegánsabb, hogyha a könnyékét is, de a vállát mindenképpen be kell takarni. Utolsó kérdésem mára egy nagyon aktuális kérdés, akik jönnek hozzám, nekem mindig itt van három csomag pézsé, akkor, hogyha valaki elkezd tüsszögni, és nincs a zsebébe, én nagyon elegáns, úgyhogy ne is így odaadom, de én nagyon szeretem, és nekem van egy házvezető néni, aki most főz vasal rám, és ő mindig tesz az én zsebembe nem csak pézsét. Textil zsebkendő. Igen. Bizony. Akkor tulajdonképpen mi is az igazság? A férfi textil zsebkendő az abszolút elegáns. Tehát egy férfinél azért legyen mindig, és nem azért, hogyha náthásabban fújja, szóval szórósul, de ilyen könnyező hölgyeknek odaadni, amerikai filmekben is minden nő sír, és van is nála a zsebkendő. Tehát az a textil zsebkendő az egy ilyen elegáns módum, de egy náthás időszakban is papír zsebkendő hívő vagyok. Most én is sírok, mert a pontos idő 9 óra, és ha 9 óra van, akkor jön a híradó. Nagyon köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és ha bár mindenki azt szeretné tudni, hogy miért van az, hogy ön még mindig ennyire kapós, és állandóan mindenhova önt hívják, talán azért, mert tud valamit. Úgyhogy ebből a tudásból adjon nekünk is legközelebb is. Köszönöm, hogy itt nagyon volt. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában megint tanulhattunk valamit Görög Ibolyától, és azt a mosolyt, azt a jó kedvet. Ugye emlékeznek rá, amikor egyszer azt mondta, hogy sokkal könnyebb egy mosoly, mint hogyha ilyen Tisza B'Av, ilyen gyászképet vágunk. Most viszont egy zsidó szemüvegen keresztül az általam vélt objektív híradó jön. A híradó után is tartsanak velünk, hisz kedden is ragyogó műsoraink vannak. Ne felejtsék, mi azért vagyunk, hogy önök soha ne legyenek egyedül, de este 9 után halkítsák le a tévéjüket, és aki minket akar nézni a szomszédba, majd ő is bekapcsolja. Köszönöm, hogy velünk voltak, jön a Mindentől Független híradó, utána a keddi műsorok.